kezdjük már el. Nem, 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 kívánok, hölgyeim és uraim, ez itt a Hollywood hírügynökség és egy nagyon különleges videó. A szerkesztőség mérete most már 300 ezerre duzzadt, úgyhogy megígértem nektek, hogy csinálok erre egy különleges retrospektív videót. Egy régebbi komment kapcsán felmerült, hogy egyszer ihatnánk együtt egy pohárkával, és nézzünk meg pár régi videót, hogy lássuk, hogy mennyit fejlődtünk ez alatt az 5 év alatt. Úgyhogy szerintem ennél jobb lehetőségünk nem is lesz erre, úgyhogy csináljuk meg, amit ma inni fogunk, az zsubrovka, Premium Blend, és hogy miért pont ezt? Most azért, mert borzasztó, és amúgy soha nem innám meg. De természetesen filmkritikák is lesznek, hétfőre összerakom nektek a már készülőben lévő Hateful Eight kritikát, és jövő héten a Revenant jön, de addig is... de piszkos ez a pohár. Nos, mint azt tudni illik, az ökör sem iszik magában, mert egy borzasztóan társas állat, úgyhogy én felhívok valakit ivó partnernek, az öreg Imrét, nem mást! Hogy azért legyen társaságunk. Jó napot kívánok, uram! Jó napot! Na, egész véletlenül felhívtak, most is erre állatira nem számítottál, úgyhogy mondd-e, hol vagy? Én ülök egy helyen, és sört iszom ezt. Miért? Nagyon jó, én... Nem, nem jövök ott, de lehet, hogy oda jövök, de addig is, én pedig borzasztó zsubrovkát fogok inni, és... Fúj, miért? Mert ez az egy van itthon, ami nem... Nem teljesen vállalhatatlan. A Game Day irodás projektből jött, amúgy a Varsóban voltam és onnan hoztam. Imrém! Ja, tényleg, igen! Igen! Figyelj csak, régi videókat nézek, és... arra jutottam, hogy ha már együtt iszunk, akkor egészségedre, és közben dobjuk be a Mi az intro szám címe című videót. Úristen, az nagyon gáz, hogy jó van egészségedre. Emlékszel-e? Tessék? Én is ittam. Nagyon helyes. Confirmed. Jézusom, emlékszel-e, hogy miért csináltuk ezt? Mert senki nem tudta fölfogni ésszel, hogy ott van az intrószám címe a videó alatt, minden egyes videó alatt a leírásban, ezért. Így van. De inkább tudod, mire emlékszem, hogy mocskos hideg volt a pincében. Nagyon. Sokkal jobban emlékszem. Nagyon, és ilyen borzasztó por volt, ami után Így, mit tudom én, 2-3 napon keresztül jött a homok az orromba, hogyha bármikor kifújtam. Igen, meg valahogy rohadt messziről kellett áramot hozni, és úgy kellett elbarikádozni az ajtót, hogy úgy tűnjön, mintha el lenne barikádozva, de azt mi építettük oda. Tényleg, valamit. És ilyen nagyon kínosan, tudod, le kellett csalni az egyik oldalát a felvételnek, hogy úgy tűnjön, mintha ez egy pici szoba, pedig egy hatalmas hol volt, és rengeteg helyen lehetett mászni. De figyelj! Ha már viszont itt tartunk, azt mondd már meg nekem, hogy te emlékszel, hogy miért téged hívtalak el? Hogy szerepelj ebben? Mert szerintem ez az első szereplésed a hírügynökségben, és az akkor még nem voltunk annyira jobban, vagy csak osztálytársak voltunk, nem? De azt mondtad, hogy azért engem hívsz, mert hogy hát én tudom, hogy te játszottál színházban, akkor gyere. Ennyi volt? Valahogy így ennyivel volt leintézve, igen. Ennyi. Na, hát és micsoda karrier kezdete volt ez? Hát persze. Jó van, Imrém. Imrém, akkor hagylak tovább iszogatni, én is nyomom tovább, kedves egészségedre este! Egészségedre! Cheerios! Cheer. Alright, mi pedig akkor menjünk tovább, és nézzünk meg egy borzasztóan régi részt. Ez volt a második epizódja a hírügynökségnek, az elsőt leforgattam még annak idején. Az Indexre ment ki, a Blockheaderbe, és megkérdeztem a tanáromat, az öreg Gerényi Gábort, hogy mit gondolt róla, és azt mondta, hogy jó, ez egy kb. Így oké lesz, ezt azt kell fejleszgetni. Úgyhogy akkor még bevártam egész trélereket a műsorban, meg ilyen őrültségeket csináltam. Úgyhogy megfogadtam egy pár tanácsát, és akkor nézzük meg, hogy hogyan is nézett ki a hírügynökség most már teljes értékű része. Logica Productions, imádom ezt a szót, ezért lett ez a neve. Úgy kellett valami, amit ez elejére rakhatok, hogy ez most már egy production, ez nem csak egyszerű videoblog. Miért nem tudok R betűt mondani? Azóta sem tudok R betűt mondani. Szimai Gergely. Beszélgessük egy... Oh god! Ne, még egyszer! Szimai Gergely. Szolgálatokra. Úristen, de mega kínos! Akkor még úgy képzeltem el, hogy én attól leszek sármos és megnyerő és egy sikeres ember az interneten, hogyha ilyeneket csinálok. Fúj! Beszélgessünk egy kicsit a kocka kultúráról. Bizony a 21. század az nem csak az emo patkányokat és a hipstereket adta nekünk, hanem feltörekvőben van.
Igen, szóval a teatralitás az már ott megalapul... Opa, kezdődik. Igen, azért eléggé teatrálisak voltunk már akkor is, azóta se hagytam ezt el, de emlékszem, hogy ez volt az egyik legfontosabb érve, ami miatt emberek nem néztek engem, mert borzasztóan sokat gesztikuláltam. Rövid válasz? Hosszú válasz? Új, de nagyon creepy. Ennyit a porról, menjünk tovább! Tényleg, akkor még mindig egy random papírról olvastam fel a dolgokat, mert amúgy mindig volt nálam papír, nyilván le volt írva a szöveg, hogy kb. Így fejbe tudjam tartani, és egy idő után azzal kezdtem el hülyeskedni, hogy ilyen könyvekből, meg ilyen használati utasításokból, meg ilyen fura dolgokból olvastam fel a dolgokat. Aztán egy idő után ellaposodott ez a poén, nem folytattam tovább, de egyszer csak egy random vissza kéne vazni. Már meg se próbálnak kreatívnak lenni, csak ott állnak is így, Karib tenger, Kaluzai 4! A Penelope Cruz is benne van! Yeah! Ó, atyám, te nem tudod, hogy mi jön ezután. Ó, ott még nem élt a Johnny Depp vicces fejfedőben. Örülj neki, bazd meg! A Husky Studios és a Logica Productions jó voltából. A Husky Studios egyébként, amilyen póló rajtam is volt, az sulimnak... Szóval az amerikai egyetememnek, ahova jártam, annak volt a kabala állata, a Huskies volt az amerikai foci csapat, és ezért, amikor bementem, és elkezdtem a hírügynökséget, ugye még animált verzióban annak idején, akkor gondolkoztam rajta, hogy ezt is el kéne nevezni valaminek, ezt a helyet, ahol dolgoztam, és akkor ez lett a Husky Studios. Senki soha nem használta rajtam kívül, de jól hangzott. És igazából azért látszik, hogy az első részekből tényleg ez bűzdik, hogy annyira féltem, hogy ki mit gondol és hogyan lát engem az internet, hogy minden is specifikusan arra volt kiélezve, hogy én nagyon lazának tűnjek, és nagyon-nagyon-nagyon tudálékosnak, és nagyon intellektuálisnak, és nagyon-nagyon-nagyon sok hajam volt. Oké, menjünk tovább, lopott idők! Annyira jogszerűtlenül használtam ezt az elejét. Nagyon sokan sírjátok még vissza mai napig, jobb, hogyha nem használjuk. Na mi van, nincsen? Szirmai Gergely szolgálatukra. Sokak szerint a gazdasági berendezkedésünk lassan már a végét járja, és nekem ez tetszik. Szerek rá gyógyszert. Nem, egyrészt én is egyetértek azzal. Mi? Igen, azért nem volt még meg az a finomság a műsornak, hogy szépen így össze tudtam kötni a filmet, a mondani való valamiről amúgy akarok beszélni, a konyha filozófia vagy társadalmi értékelés, vagy ilyesmi. Ott még így mondani akarok dolgokat, meg van amúgy egy film is. Azért ez kétségtelen, amikor az emberek kérdezik, hogy vajon a film irányából közelítem meg a műsort, vagy a mondani való irányából, hogy tényleg azért balancba kellett hozni a dolgokat, mert eleinte én voltam a nagy lázadó 20 éves, aki már volt egyetem falai közt, úgyhogy tudja, hogy mi a helyzet. Csodás időket élünk. De hogy jön ez a filmekhez? Hogy jön ez a filmekhez, apám? Hogy? Am I late? No. You were... just in time. Na, ez rendben volt. Mondjuk, hogy részenként egy normális poéna azért csak operáltam. Másik pedig az, hogy egyszerűen nem tudok mit kezdeni a kinézeteddel. Miért ilyen hosszú a feje? Mit rejteget a haja alatt? Wow, no! No! Az öreg Szirmai azért eléggé rendesen tudta az embereket megalázni a kinézetük miatt. Szép, gratulálok! A koncepció miatt, mert szerintem baromi érdekes, de az agyadat azért hagyd otthon. Mit mondtál?! Mi az, hogy az agyadat hagyd otthon?! Oh god, nem. Igen, ez igazából egy alapvető probléma volt a kezdetekkor, hogy nem volt igazán konzisztens az üzenetem. Csak így lázongtam, és így nagyon megmondtam dolgokat, és ilyen szempontból inkább több volt bennem az akarat, mint az átgondolatság, és azt sikerült mondanom, hogy kapcsolt ki az agyadat. Ahogy ezt később majd mondom egy másik részben, soha ne kapcsolt ki az agyadat, Szirmai Gergely, soha ne! Oké, haladjunk egy kicsit előre az időben, a Star Wars kritikákat átugorjuk. Akkor még nem voltunk igazán jók ebben a dologban, hogy hogyan közvetítsük a gyűlöletünket egy egészséges, jól körülírt formában. Lovak a falon! És itt már volt normális intronk. Úristen, ez mekkora dolog volt. Azóta is a szerkesztőség csinálja majdnem minden látványelemünket, úgyhogy ilyen szempontból ezt megtartottuk, mint fő üzenet. Lovak a falon. És beszélgessünk egy kicsit a szexről. Nem erre számítottatok mi? Te mióta? Nem erre számítottam! Amiért vettél föl ilyen ingeket valamikor? Story time! Amikor nekünk leadták az anyagot, hála Istennek már elkésnek vele, de ettől függetlenül azóta azon morfondírozom, hogy... Oh god, igen, nekünk 12-ben volt szexuális felvilágosító óránk. 12-ben!
Annak idején az amerikai Pite 1 pontosan ennek a felfogásnak ment szembe. Tudom, hogy furán hangzik, én is úgy emlékszem vissza arra a filmre, mint az altesti humor fellegvárára, de újra nézve rendkívül intelligens és jó hozzáállás. Mi? Nem! Nem! Atya ég, nem! Arról szól, hogy mekkora szociális nyomás egy gimnazista fiú számára a szüzességének elvesztése. És hogy milyen értelmetlen áldozatokat hoz ezért. Na igen, de felhozni egy kérdést, drága múltbéli Gergő, felhozni egy kérdést, ez nem feltétlenül ugyanaz, mint egy okos, érdekes körüljárását is megalkotni, nem? Ne hülyéskedjél már velem, hogy az amerikai Pite bármit éren, bármilyen intellektuális kihívást jelenthetett bárkinek. Igen, az a téma, amivel... Oké, nem szólok közben. Úris, ez a film megtörtént. Ez egy létező film volt, amiben úristen. Komolyan mondom, karakterre lebontva minden szereplő pontosan ugyanazt a tanulságot éli meg 13 évvel később. És ez azért... Star Wars! Csak az nem 13, hanem 30. Nem feltétlenül rossz az önmagában. Ja, nem mondjuk, hogy ugyanazok a karakterek, az kicsit fura lenne. Han Solo. Én még mindig nem bízok az erőben, bár láttam már 47-szer a hatását. A baj az, hogy már semmi sem a régi. Ah, igen. Ezt már nagyon hamar eldöntöttem a műsor elején, hogy nem akarok soha parukát hordani, vagy kvázi nőnek kisminkelni magam, vagy valami ilyesmi. Ez egy olyan komikus határ, amit meg akartam állítani. Úgyhogy ugye ezért volt az, hogy amikor lányt játszottam, akkor csak magasra vittem a hangomat, és emiatt úgy hangzok, ami mind a mai napig, mint Mickey Eger. Ami egy nagyon olcsó megoldás, de valahogy ezen nem sikerült túllendülni. Fun fact! Ez a vörös csík, amit oldalt láthattok, ez egy pokróc, ami éppen lefed egy... Shut up! Hogy hívja? Nem jut eszembe! Ez egy kvázi szekrényen van, és azért van, mert ez az ott lévő nappalimban forgott, és akkor még olyan borzasztó volt a mikrofonom, hogy mindent felvett, ami történik valaha valahol, és ezért borzasztóan visszhangzott minden. Ezért teleraktam a teret különböző pokrócokkal és bevonszolt használati tárgyakkal és stb., hogy hát ha egy kicsit vissza tudom fogni a visszhangot, mert akkor még nem tudtam, hogy ez nem úgy működik, hogy a visszhang így visszapattan és megáll egy pokrócnál, és azt mondja, hogy jó, tudod mit, akkor nem jutok el a mikrofonba. Úgyhogy ezek a felvételek borzasztóak voltak, de legalább voltak. Baromi nehéz volt akkor forgatni a hírügynökséget, hogy ilyen szempontból ezért kellett az embernek improvizálni, hogy ott, ahol lehetett, ott meg kellett oldani valahogy. Oké, nézzünk meg egy utolsót. Tudjátok mit? Hajnal hasadás kritika. Ez egy nagyon-nagyon fontos dolog volt a műsor történelmében. Micsoda? Hajnal hasadás? Az volt az utolsó? God, nekem ezt tudnom kéne. Azt hiszem, igen. Nos. Azért nagyon fontos ez a videó, mert annak idején a Twilight terjesztette el a hírügynökség hírét leginkább, az volt a legeredményesebb videóm. Annak ellenére, hogy én borzasztóan nem voltam büszke ezekre az anyagokra, mert tömény gyűlölet volt az összes. Azután persze kiderült, hogy nyilvánvalóan ez terjed a legjobban, az interneten az a legkifizetődőbb, hogy az ember csak úgy utál dolgokat és leoltja őket, de én akkor ezt ilyen kvázi kínosnak éreztem, ami mégis. God, bezzeg a huskis pólódat és ezt a hajat, azt nem érezted kínosnak, csak azt, amit mondasz, ugye öregember? Nagyon adom. Na, fiatalság, bohóság. Check this shit out! Nagyon tetszik azért. A Jacob párnát. Tényleg, mert akkor is kaptam tőletek dolgokat, azóta ugye nyilván itt foglalnak helyet. De akkor még ez akkora dolog volt számomra, hogy emberek néznek úgy tényleg, hogy mindent bemutattam műsorban. A személyes kedvencem egy képes lap, I guess, ami... Az itt van valahol. Jacob, csak rád vár. Ez egyáltalán nem ijesztő ám. Tam-tam-tam! Megőrzök mindent. Az abortusz az egyik legkellemetlenebb, legérzékenyebb és legellentmondásosabb problémája korunknak. Hogy miért? Nos, szerintem miért? Azért, mert egy elemi a természethez és régmúlt állati létünkhez kötődő. Oh God, bevállalós egy gyerek voltam. Mennyi ideje ment a műsor? Mi van akkor, hogyha az anya tönkreteszi a saját és családja életét? Nekem, hogyha oldalt kell választanom, én a nő oldalára állok. Az ő teste, az ő élete, és ő tudja egyedül, hogy mi vár a csecsemőre. Damn straight! God! Éveken keresztül folyamatosan minden kérdés valaha, minden ember, aki megtalált az utcán, valaha mindig a Twilight-on jött. Te atya ég! Hála Istennek vége annak a korszaknak. Itt már nincs göntört falazás, ez egy teljesen nyilvánvaló abortusz ellenes állásfoglalás. A probléma csak az, hogy nem működik. Ugye nem wow! Azért tudtam, hogy nagyon sok lenni.
Jó, de itt nagyon ideges voltam, ez teljesen elfogadható. Mert ez a film, ez egyszerűen masszívan próbálja rám erőszakolni a véleményét. Van egy jelenet, amikor már így egész... És ezt mondták rólad is, öregem, hogy te is masszívan próbálod ráerőltetni a véleményedet másokra. Csak azért, mert kiteszed magad nekik annak... De hely... True that. Azért ilyen szempontból ez... Wow! Nem! Nem! Megbeszéltük, hogy nem filmesztelkedsz műsorban! Oh. Yeah, yeah. De ettől függetlenül ezt a szériát látni kell. Szembesülni kell vele, hogy milyen gusztustalan, manipulatív és rossz indulatú, mert milliókat mozgat meg, és ezt nem lehet letagadni. De menjünk tovább! Jönnek akkor a hírek. De menjünk is tovább. Nos, hát srácok, ez volt igazából a múltunk, ez az a pont, ahonnan elindultunk, és hát kétségtelen, hogy minden ilyen röhelyes, hogy lelkesítő céltudatosság és egyéb mellett, ja, 5 évvel később ugyanúgy itt vagyunk, emlékszem annak idején még nekem egy teljesen elképzelhetetlen dolog volt, hogy mondjuk 10 000 ember kövessen. Ott ültem a Színház és Filmművészeti Egyetemnek a büféjében, és kérdezték az emberek, hogy szerintem meddig mehet ehhez, és így mondtam, hogy 10 000 környékén kb. Így megállunk, és aztán az emberek megunják azt, aki én vagyok. Nos, ez nem így lett, most már 300 000 vagyunk, ami eléggé fantasztikus, és... Eleget ittunk ahhoz, hogy legyünk egy kicsit őszinték, retteltesen köszönöm nektek mindent, amit véghez vittünk így együtt, mert kétségtelen, hogy azért az internet ez egy borzasztóan nehéz terep, az ember egyik nap még úgy ismert, másik nap már azt se tudja kicsoda, és az, hogy mi hírügynökség és mi szerkesztőség így entitásként ennyi ideje jelen vagyunk, az egy fantasztikus dolog, és egyre csak növünk és egyre csak megyünk tovább, úgyhogy ez... Annak ellenére, hogy a számok most már semmit nem jelentenek, de talán réges jelentettek igazán sokat. Nekem még mindig egy szívmelengető dolog. Nagyon köszönöm, hogy itt vagytok és néztek minket. Legyen így a továbbiakban is, még mindig miénk a világ. Én Szilmai Gergely vagyok, messze túl sokat ittam. Kedves egészségetekre, nem sokára újra találkozunk.